Mint említettük, az idén elmarad a fesztivál, helyette a szervezők a Birkafűző Fesztivál napját az idén a Birkapörkölt napjává varázsolták. Az igazi birkapörköltet a nagykunságban egy egész birkából szokták fűzni. Egy birka, egy lábas tarja a mondás, ami arra is utal, hogy még két egyforma korú állatot sem szívesen főznek az edényben, még ha bele is férne. Egy átlagos tömegű 50-55 kg-os élősúlyú birka, amely feldolgozva fejjel, lábbal, körömmel, pacallal együtt körülbelül 26-28 kg kényelmesen belefér egy 30 literes vaslábasba. Ebből a mennyiségből hozzávetőlegesen 56-60 adag pörköltre lehet számítani. A birka pörkölthöz hozzávaló mennyiségek egy egész birkából. 25 kg földdarabolt birkahús a csontos részekkel együtt. Egy perzselt birkafej, 4 perzselt láb körömmel együtt. Egy megtisztított pacal, 35-40 dekagram só. 2-2,5 kg vörös hagyma, 2 kg zsír. 35-40 dekagram darált különleges és félédes paprika. 15-20 darab vegyes, édes, erős, csöves, szárazpiros paprika. Ha csípősebbre akarjuk, lehet még beletenni 3-4 evőkanál sóban eltett, ledarált cseresznyepaprikát, vagy a boltokban kapható paprikakrémet. Nem szükséges, de a főzés utolsó harmadában 8-10 gerec zúzott fokhagymával is ízesíthetjük, aki szereti. A főzés előtt az öntött vaslábas belsejét körülbelül 1/2 kg zsírral vékonyan kikenjük, ezután rakjuk bele a földdarabolt birkát. A lábas aljára, közepére tesszük a perzselt fejet, köréje pedig a csontos darabokat. Ahogy haladunk a lábasba felfelé, úgy kerülnek bele a soványabb, csontos húsdarabok, például az oldalas és a színhús kockák. Legfelülre tesszük a belsőségeket a máj kivételével. Utóbbit a főzés befejezése előtt körülbelül 25-30 perccel kell az ételbe tenni, hogy ne legyen túlságosan kemény. A kunsági birkafőzés karcagi hagyománya a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére 2009-ben felvételre került. A birkafőzés hagyományának megőrzésére 1999-től minden év június utolsó szombatján birkafőző versenyt rendez a város a civil szervezetekkel összefogva.